A negyedik Becsei Folkfest első napját 8 néptánc együttes gazdag hagyományos népviselete, dalai és táncai jellemezték, akik Mexikóból, Egyiptomból, Grúziából, Magyarországról, Bulgáriából, Spanyolországból, Koszovó és Metóhiáról érkeztek, de felléptek a rendezvény szervezőjének, a Gyidó Kultúrkörnek a néptáncosai is. A négy napos rendezvényen három kontinens, összesen 12 országa mutatkozik be. Első alkalommal vagyunk az önök országában, de lenyűgözőek a városaik és a fesztiváljaik, melyeken részt vettünk. Mellettem olyan népviseletet láthatnak, amely a nyugati régióhoz tartozik, konkrétan Jalisco államhoz, ahonnan a mariachi együttesek és a mexikói cowboyok származnak. Jobb felől láthatják, hogy néz ki a cowboy, balról pedig, hogy hogyan néz ki egy tipikus nő ezeken a tájakon. Ami a fellépést illeti, tengermelléki és jaliscói táncokat mutattunk be. Először vagyunk Szerbiában, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a szervezőknek, hogy meghívtak bennünket. A néptánc együttes Spanyolország déli részéről érkezett, a népviselet pedig Spanyolország több régióját tükrözi. Például a női népviselet manilai sálból, nagyvirágokból és hajcsatból tevődik össze. A spanyol néptánc népszerű hangszerével, a kasztanyettával lépünk fel. Önöknek tartományunk déli és északi táncait adtuk elő. És bár minden néptánc együttes egyformán minőséges és érdekes volt, Bulgária táncosai figyelemre méltó műsorszámmal kápráztatták el a közönséget. Mi Bulgáriából, Kazánlak városából jöttünk, amely úgy ismert, mint a Rózsák völgyének központja. Nagyon örülünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a fesztiválnak, és hogy felléphetünk az önök városában. Nagyon izgatottak vagyunk. Bulgária két különböző régiójának táncaival és dalaival léptünk fel. Úgy gondoljuk, hogy a közönség élvezte az érdekes és energikus táncot. A keleti zene és tánc senkit sem hagyott közömbösen. A helyi önkormányzatban kiemelték, hogy nagyon büszkék arra, hogy ezekben a napokban Óbecse ismét a világ kultúrájának és hagyományának központjává válik. Azt gondolom, hogy a Becsei Folkfest és az Óbecse éjjel rendezvények a legfontosabbak, legalábbis ami Óbecse község promócióját illeti. Ez a bemutatkozás valójában hagyományos módon történik, és nem olyan jellegű, mint az Óbecse éjjel rendezvény. De mi azt is szeretnénk, hogy a lehető legkülönfélébb módon mutatkozzunk be, hogy az emberek lássák, mit is tudunk mi nyújtani. A Tisza és a Fantaszt kastély mellett ilyen rendezvényeink is vannak. Szerdán este a házigazdák mellett felléptek Franciaország, Oroszország, Románia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Metóhia, valamint az óbecsei Petőfi Sándor magyar kultúrkör néptáncosai is.